mi újság, zombi arcok? Minden oké van? Hát arra gondolt a képer, hogy nem fogja tovább húzni az időt, hanem azt fogjuk csinálni, hogy... Hogy? Mi fog történni, gyerekek? Ezt meg kéne javítani. És neki körlen ányi. Júj, nagyon sokat segítettetek. Mondtátok, hogy mire jó az a speciális legendary cucc. Itt meg megmondtátok, hogy hogy tudok olyat építeni, amilyet akarok. Ja, neki kellene állni itten építkezni, mert igazából nem olyan túl sok időnk van, meg alapanyagot kéne gyűjtenünk. Mondtátok, hogy ezt verjem szét itt a dolgokat, és abból kapok egy csomó cucibucét, úgyhogy ez valószínű, hogy ez meg fog történni. Meg még arra gondolt a Keeper, hogy igen, ez a hengeres dolgot mondtátok, hogy már nem működik. Tehát ugye hengeren nem tudok átütni a semmi kalapácsa. Hát nem tudom, hát szerintem egyébként lehet, hogy át tudok, várjál már. Az a baj, hogy itt vannak ilyen nagyon durva eszközök is. Itt egy csomó alapanyagot azért lehet gyűjteni ebből. Ez mi? Minden egyből másfajta alapanyagot lehet. Ja, ez egy ilyen kredenc. Hát ennek a szétverése se tart olyan túl sok rövid ideig. Túl rövid ideig, úgyhogy ezzel nagyon rácsesz a Keeper. Igen, írtátok, fú basszus, egy csomó mindenben van, meg vagyok ám lőve. Norvég. Azt írtad nekem, hogy most már nem fog működni az ilyen mili bázis, tehát az ilyen közelharci, mert ezt nagyon hamar szétkapják. Úgyhogy akkor mit csináljuk, amikor mégiscsak föld alá bubujkálás lesz? Ez meg olyan snosz lenne, nem gyerek? Figyelj, leesett úgy, ahogy van. Azt hittem, hogy úgy marad. Ez úgy erős lett volna. Na, a scrap metal is gyűn. Ja, egy kicsit lehet, hogy erre rá kéne függeni, mert most azért elég jó összeszedettek vagyunk, de figyelj, oda néző. Ezt úgy kéne csinálni, hogy kiütem itt alul, aztán akkor összetörik azt a scrap metalt, meg tök hamar ki lehet ütni, nem? Ebből lehet, hogy egyébként tudnék már egy nagyobb szintet csinálni. Ezt akkor hatékonyabb lenne a kéfer, úgyhogy mindjárt rá is néz. Ja, csak izénk nincsen, lehet, hogy nincs hálápanyagunk, de ójé, kettes tudunk csak csinálni, jó, nem baj. Na figyelj, ebből ugye a scrap metalt hamarabb ki tudod szedni. Oké. Ez még mi a levegőben van, komoly? Komolyan? Ez nem vagyok boldog tőle. De figyelj, ez ezres. Hát mondjuk az ezres, az nem tudom mennyire jó. Hú, nem vagyok annyira egyébként összeszedett, már mint egy... Az a baj, hogy a hatodik napon vagyunk, úgyhogy... Egy kicsit be van szarva a képer. Hát öcsém, amire ez kiüti. És ez nagyon lassan jön belül a scrap metal, figyelj. Hogyha így összetöröd, annak sokkal nagyobb értelme van. De hát ez így a levegőben van konkrétan. Gyerekek, talán hogyha kiütöm, akkor a többi leesik, nem tudom, abba bízom. Ja, csomó mindent körlene csinálni. Jaj, de jó, legalább nappa lett. Ezt a felső szintet meg kell csinálni ilyen bunkerre, amit a Keeper kitalált. Aztán ide kéne csalnom egy izét. Ide kéne csalnom egy csajt. Vagyis már, mint nem úgy, gyerekek. Ne gondoljatok rosszra. Na, szakadjon le a többi. Nem szakad le, bazz. Mi van itt? Hát miért a levegőben van gyerekek? Hát az nem örül, nem boldog a Keeper ettől. Ja. Figyelj, mi ez? Ez most mit üt ki ezt? Ezt, amit fölötte van, ugye? Zavaró úgy nekem az itt van. Ja, mondtátok, hogy itt üssem ki a dolgokat, csomó alapanyag lesz, de egyébként olyan lassan jön belőle, mint az állat. A fát gyűjtök, akkor jobban fogok járni. Úgy kéne csinálni, hogy itten rendet kéne rakni. Ja, akkor mondjatok meg már milyen, főleg ilyen, aki nagyon vágja itt a dolgot, írja már meg, hogy milyen bázist javasoltok, hogyha ez nem jó az én elgondolásom. Jó, ez egyelőre akkor így marad. Ez mi ez a papír? Ezt is ki lehet ütni, jó van. Ez mi? Aha, ezek ilyen romok. Tök jó, meg van csinálva. Azt betyárus volt, gyerekek, rásett a fejemre, öcsém. Ez komolyan mi van? Dűl össze itt a világ? Vagy mi van már? Dűl? Ezt ki kell ütnöm innen. Ugye ezt be kell falaznom. Jó, hagyjuk. Az a gond, hogy szerintem egy nap nem elég arra, hogy én ezt itt megcsináljam. Ilyen nagyon epic jó bázisra. Annyit írtatok, hogy Norvég írtott például, ő egy eléggé régi játékos. Nagyon rá van függve dolgokra. Hogy 2-3 horrát azért ki lehet bírni, de hosszú távon nem lesz olyanra jó. Én viszont lehet, hogy elköltöznék majd innen. Lehet, hogy azt csináljuk, hogy kivírunk egy hordát, csomó questet megcsinálunk. Mi? Tönkre ment? What? Csomó questet megcsinálunk, és akkor utána meg elköltözünk Jennyhez, ugye oda kiégett földhöz. A kiégett földön
Te lehet, hogy jobb a loot is meg minden, azt is írtátok, úgyhogy valami ilyesmivel gondolkodik a Keeper papjék. Egyébként képzeljétek el, hogy olyan történt, hogy nem csoda, hogy olyan szarul futott ezelőtt, mármint olyan FPS dropjaink voltak, mivel ez a rohadt játék régebben is azt csinálta, hogy 4K-ra feldobta a felbontást. Úgyhogy 4K-ba mentünk, ultrán, és úgyis egész jó futott, csak néha volt ilyen FPS drop, de most meg már jó. És tényleg minden egyes indításkor, ugye azért, mert nekem a hogy nevezik, nem defaultnak, hanem a natív felbontása a monitoromnak 4K. És emiatt ugye 1080p-s játékot elindítok, nem szokott ezt fölmenni 4K-ra, de a 7 Days to Die az gyakran csinálja azt, hogy úgy gondolja, hogy hát ha már egyszer van egy 4K-s monitorod, akkor itt van testvérem, megkapod a 4K-t, érted? Azt te szokta csinálni. Úgyhogy ennek ne, ez nem boldog dolog. Ja. Meg az se boldog dolog egyébként, hogy ezek itt ilyen rohadt sok van. Figyeljetek egyébként, azon gondolkodok, hogy ezek a vaslapokat itt hagynám, akkor nem történne az, hogy azon át tudok ütni, ők meg nem tudnak átjönni. Ja, ez tök idegesítő, ez a sokáig kiütöm a dolgot dolog, úgyhogy bocsánat érte, hogy ezt most ezt így végig kell szenvednetek velem, de hát látod, itt próbálkozik a Keeper üti, mind az őrütt, aztán mégsem nagyon halad. Figyeljetek, az az igazság, hogy XP-t is kapok, úgyhogy ez tök jó. Megvan a komplett tervem rá, hogy hogy fogjuk túlélni a dolgokat. Már tudod, így meg izébe van bazd a levegőbe, ez rövely. Ja, szomjas vagyok, éhes vagyok, úgyhogy lehet, hogy fölmegyünk lassan. Most itthon munkálkodunk, jó? Aki ilyen építkezés és dolgokat nem szereti, ez kipőheti a részt, de szerintem az építkezés az legalább annyira jó ebben a játékban, mint a maga a... maga a fight, meg a questelés. Az a baj, hogy egy ilyen random hordát lehet rám fog küldeni így a... Tudjátok, van ez a spontán horda. Öcsém, mi van itt gyerekek? Hát már megint a levegőben vagyunk. Nagyon érdekes. Nem olyan sok alapanyagot adnak ezek a szarok, hiába ütögetem őket. Egy fával, fát kidöntök, háromszor ennyit kapok, mint itt negyed óráig ütköllegelem. És gondolom, hogy ez pont ez nekem, itt kéne nekem a hely. Ez érdekes. Ez jó nagy szívás, mi? Itt amire ezt kibergelem. Lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy ezt éjjel itt elkezdem ütlegelni. Na, menjünk föl, azt tegyünk, ígyunk meg mindenleg a... Aha. Észre is vedd valami, gyerekek. Erről beszéltem, ugye nem is biztos, hogy... Ha, ez szerintem meg is halt, itt volt a csávó. Jó. Ja, arra gondoltam, hogy ezt az alsó szintet teleraknám csapdával. Itt kapásba elhullik egy csomó. Annyi mindent csinálnék ám, gyerekek. Rengeteg alapanyag kéne, az a baj, nem kéne az utolsó napra hagyni, mert akkor nagyon rácsiszünk. Ezt amire kiütöm, ezt rühellem, ezt csinálni, ez szar. Na mennyi? Oké, kajapia kellene, várjál, vagy te meg közben főzöcskézünk is, mi? Nem megy semmi, várjál, ebből nem tudok valamit? Milyen receptek vannak erre? Corn meat. Akkor ez jó. Várjál. Nincs több ilyenünk? És mi az, hogy meg tudom enni így? Azt a betyár. Vannak érdekes dolgok, viszont ezt ki kéne kapcsolni. Ennyi erővel akkor meg tudnám itt teszegetni ezeket. Együk tele magunkat, mennyit ad egy ilyen tojás? Ja, 10. Úgyhogy ha 4 tojást megeszük, az kapásból föltol olyan 80%-ra minimum. A vizet megbügyük magunkkal, vagy nem tudom. Ide rakjuk a csapda helyére. Ja, a csapdát azt kéne készítenem. Ó, hát mindjárt jobban fut azért 1080p-be, mint 4K-ba. Hát, a hülye gyerek. Ó, ja, hát a videó az nem lett 4K. Mert ugye... Jó, viszont Stamira regem lett egy csobó, mivel kojáztunk, úgyhogy az már legalább egyszer hasznos. Ez egy nagy szopás, hogy így kell kiverni ezeket.
Nem tudom, hogy itt bolta nincs-e a csávónál, mert itt elég sok minden volt. Figyeljetek, menjünk már. Ja, meg mondtátok, hogy hogy másnapra lesz új quest. Szóval nem kellett volna elmennem nagyon messzire. Yes. Hát mondjuk ideig aztán biciklivel érdemes eltekernem mi. Megnézzük, hogy nincsen egy baltanála vagy valami, mert pénzünk az van. Aztán akkor gyorsabban tudnék haladni vele. Mondjuk csákány, ugye? A fémhez meg mondjuk a csákány nem ártana. Shadowfake! Egyébként ezt a biciklit nem érdemes elraknom, hanem inkább igazából mindig azt csinálom, hogy úrja jó futja. A 4K az nem tett neki jót az előtti részbe. Fú, inventory testvérem, mondjál valamit, inventory dolgot. Tubusz. Nem passz, semmi allon. Viszont van ilyen cooking grill, ezt megveszem. Az jó lesz nekem. Ez mire jó? Crafting speedet növel. Ja, és kéne egy forge, ugye? Az nem ártana. Nézzük meg nála. Night only tök jó. Vannak ezek a Night Only üzeik, questek, tudjátok. Figyelj, nem bírom ki bazza, hogy nem küldetés ezek egyet. Csak az a baj, megint le leszek cseszve, mert itt van nálam a cucc. Nem bírom ki, hogy ne küldetés ezek. Nem bírom ki, annyira bírom ezt a questelés dolgot. Hát odáig nem megyek a biciklivel, jó van, itt van úgyis mindjárt, meg van staminaregünk is, amire felszállok, meg megfordulok arra és megyek oda. Pont a szomszédunkban lesz. A rendőrségre még mindig nem adja be. Figyeljetek, hetedik nap után lesz nem újra loot, úgyhogy az jó lesz. Bár lehet, hogy lootos dolgot meg kéne majd tanulni, hogy jobbat lootoljunk, bár szerintem annyira nem fontos. Így a questekből elég jó cuccokat lehet szerezni. Jó, hát ezt nagyon gyorsan csináljuk meg. Menjünk rá már questelésre, annyira bírom questelni. Bocsért a gyerekek, de nagyon élem. Ez azért mekkora egy izé volt köcsökség, hogy arra berakta az ajtó mögé. Kettő oldalra, nem? Azért ez... cukker volt, nem? Viszont olyanokat ütünk, az nagyon élem. Nagyon élem, hogy ilyen rohadt jók vagyunk. Fösték? Körekünk ez? 10 dolcsért el lehet adni, úgyhogy kör. Be lesz víz, koszos, nem baj. Ezt a sütték, figyelj csávó, ott a... ez nagyon para. Jóho! Jóho! Kutyám olyan volt, öcsém. Szintet léptünk? Jaj, de jó. Hallod, a kutya itt volt a izéné. Benne a ligba. Jó, az jó lesz nekünk. Az kemény volt, a kutya butya. Gyertek barátaim, mert szétütök mindenkit, mint a szart. Mondjuk ez egy kicsit trükkös volt, hogy neki ad breakeni a gyerekét, nem? Nőci. Nagyon jó, ez egy ilyenből kap, találnék egy izét. Gyerekek, egy... hogy nevezik-et? Egy vaskalapácsot, valami jót megmodolni. Aztán ezzel mindent is visszahallod. Ja, megint felvettem a hülyeséget. Jó, ezt viszont felveszem. Ezt is felveszem. Ezt nem veszem, figyelj. Subidubi, ezt szerintem én jobban élvezem, mint ti ezt a questelést, mert ez tök jó. Ezt így bírom. Instant megtanultuk. Meg hát jó, mondjuk szintet lépni sem árt, érted? Megjött a versenyző. Izé, Herbie. Befutott, gyerekek. Olyanokat rájuk húzok. Ez brutál. Hoppá, megint a Herbie.
Meg a izé, a lábtörlő gyerek. Azt ki lehetett volna nyitni, hülye gyerek meg kiütötte. Ja, hogy a lábtörlő, az csak izé, csicsentett egyet, csicsikált. Az úgy cuki. Ebben még mindig csak rongyokat ad, ugye később adhat izét is. Van nálunk homok, úgyhogy akkor jó van. Később adhat mást is. Tehát konkrét ruhákat. Na. Ezeket annyira nem érdemes megnézni, mert ilyen szar dolgok vannak benne. Mindig megfogadom, hogy... A stamina reg egyébként az nagyon-nagyon sokat jelent. Hűha. Konkrétan folyamatosan tudsz ütni a samuval. Weapon bag. Hát most nem nyertük meg a tutit vele. Ez jó szar dolgok. Figyelj, ezt még le is scrappelem. Egyáltalán nem akarok ilyet használni. A franc az. Vitaminok megint. Ja, én bírom ezt a questelést, az a baj, hogy gyorsan elmegy egy nap. Hárommal túl vagyunk terhelve, ott rohadjon meg. Mindjárt megnézzük, mi van. Scrap, scrap. Scrap. Ezt meg fölveszük, azt eladjuk a francba, jó? Fölvettem a izét? Valahol még nem vettem fel a... Ugye, ami kell nekünk. De ez érdekes. Hogy ez... Mi van itt? Valami csörög folyamatosan a kellemnél. Ne csörögjél te! Ja, valahogy... Ej, valami itt csörgedezik. Mi ez? Az egeremnek a kábelé valami csörgedezettetett. Na, hol van már az a cucc, ahol... Amit kell... itt van Ben. Aha. Nem baj, mindenképp jó, hogy fölmentünk a főlútér is. Én be mi van? Semmi. Ja, azt kintről már megnéztem. Jó, húzzunk a francba, gyerekek. Ugye, ilyen helyen, elvileg ki lehet úgy menni, hogy a kulcsot megtalálod így az bejáratnál. De hát, amíg megkeresem, addig kimegyek így is. Oké, gyerekek, tök jó. Húzás visszafele. Ezt csináljuk tovább. Eladjuk a dolgokat. Én nagyon, nem tudom, én nagyon rá vagyok állva erre a questelésre. Tudom, hogy ez lehet, hogy egy kicsit meg fogja sinyleni önmagát. Talán azért annyira nem. Nye. Ja, egy picit izé túl vagyunk terhelve, majd mindjárt kiszórok, meg eladok mindent. Lehet, hogy jó lett volna biciklivel jönni, de mondjuk ilyen távolságra annyira nem érdemes lett, nem volt érdemes. Tudjátok mit? Érdek, van egy izé quest ugye, ami a csak éjszakára, az pont olyan hely, ahol én lakom, ami az, ott vannak azok a generátorok, tudjátok, azokat kéne aktiválni. Úgyhogy ez lehet, hogy pont, nem, azt messzebb. Bár lehet, hogy nem viszod a quest, ha egyszer ott van az a stone. Értitek, mire beszélek? Mert én már kezdem elveszíteni a fordulat. Na, Molotov koktél. Hát szerint, ez mi ez? Ez jó dolog, biztos, de... Ezt, lehet, hogy ezt fogom megcsinálni. Inventory, adjunk-e mindegy gyerekek a videókkal? Szül. Ezeket meg kidobom, hogy ne, ezt is add, de nem, most nem fogok én neki állni. Jó, akkor ezt meg kidobom, ezt is kidobom, azt a modifikációt ki. A new itemet tudsz belőle, ezt lehet, hogy meg kéne hagynom, mert lehet, hogy kelleni fog valamihez. Ez is megy a levesbe. Ez eladás, ez, miért tartom ezt az egyet? Ezt a homok, megtartsuk ezeket?
Jó, nem vagyunk túl terhelve, az már jó gyerek. Kek. Egy jobot adjál valami közelít, bazza, ne a halál haszán. Clear zombi, azt szeressük. Oké. Clear zombi, biciklibe megyünk. Nem szabad úgy parkolni, hogy egy falhoz odaállsz, mert mindig akkor szívás van. Oké. Megküldjük neki itt a felezővonalon. Figyeljetek izékon majd, majd éjszaka nekiállok, meg ugye pont egy napom lesz rá. Inkább egy kicsit még fejlődjünk, meg egy kicsit lootoljunk, látjátok most is lett egy csomó. 15 darab bizony Molotov koktélom van már, azok most meghintem érted a zombikat. Aztán az is azért besegít abba, hogy hamarabb kinyírjuk őket. Itt hogy lehet oda eljutni, bazzá? Nagyon nem kéne ilyen kutyával találkozni. Lerángat a bingáró, az lesz, nem lesz jó. Figyeld, medence, nem is láttam még ilyet, de jó. És rendesen ott volt benne. Ez meg mi az? Pótkocsi? Ez van egy katonai bázis, hogy mi volt az? Na. Ugorjunk le. Ezt már tesszük is neki, hallod? Oké. Okay. De bossz. Hát ez minden jó, az a baj, minden is jó. Üre megettem. Figyelj, ott fönn van a csáva, miért? Mi humbatoszkálnak ezek? Na. Hát de igen, bírt a gyerek. Na gyerekek! Figyeljetek, ne, azon gondolkozok, nem is nagyon fogok elkezdeni lootolni ilyen random hülyeségeket, ez mi? Azt hittem volna ott. Ez milyen, mi az a nagy kupleráj, itt srácok? Hanem inkább ilyen főloot dolgokra kéne rámenni. Figyelj, itt a kulcs. Ó, de jó. Sőt, valamit aktiválhatunk. Mi ez a hely? Mi jön neked, csajom? Mi ez a hely egyébként? Egy szeméttelep? Ezek keményebbek ezek a zombik, azért már nem insta killelem őket. Ja, mi ez a hely? Nagyon fura. Azt hiszem megfogtuk az istenlábát, ebből figyelj, ilyen izék vannak. Kólás dobozok. Ha szétverném, biztos tele lenne. Jaj, ott van a pénz! Három sörét. Tök random a loot. Néha olyan jó dolgokat lucolsz, néha meg kiszúrja a szemedet semmivel, nem? Itt ez mi a nagy kupac szemét? Meg mi ez a nagy kupac szemét mindenhol? Ez ilyen gyűjtögető hülyék voltak. Mondtam, mutat. Várjál! Kutyámajom. Tényleg itt... Itt minden is van, öcsém. Disztárcsák. Na, itt kell bevenni szerintem, mert itt volt egy lámpa. Hol volt a lámpa? Jó, láttam egy lámpát. Ott a... Itt kell bevenni. Öreg anyánk ráesett a plafonba, bazze. Hát ez mondjuk nem csoda leszakadt, öcsém. Hát mekkora derék volt ez. Mini hűtő. Van megérte. Szopatnak rendesen, nem? Már mint így... Az mi ez a kosz ebbe a lakásba? Ez nagyon brutálul néz ki. Hűha. Túl közel mentem. Csajokat azért egyhitelgetni lehet. De milyen kosz van mindenhol, de nagyon durva. Ez mi volt? Mi volt az? Mi ez, bazzá? Milyen zombi volt ez? Mi csináltok egy csinál? A stalker van itt, te de. Miket mokognak ezek?
Hoppa, az valami izé volt, tudom, hogy. Mi az, hogy kifogsz olyan olyan hákat, hogy csak pislogsz, hogy mi történik, nem? És akkor ki kell itt teljesen clearelni rá, ráadásul a zombikat. Menjünk, Vani! Jaj, bazeg! Rám is vert olyat, megszédültem. Ez kicsit ez kellemetlen az hely, ez nem vagyok kibékülve ez a hely, ott egy szép. Jó. Ez a hely olyan... Nem már, pihegyni. Ez a hely nagyon beteg. Még van benne zombi. De hiába is... Akarok vele bármit csinálni. Zsír meg. Egy csomó, annyi kacat van ezen a helyen. Szinte már félelmetes. Itt megpróbálok, hogy nem tudok kimenni. Ott meg be. De, na erre gondoltam. Biztos lesznek. Ezek köcsögök, baze. Hú, de sok a re. Gyere. Meg is vagyunk, oké. Elvileg ki van clearelve, de baze, ez nem volt jó ez a hely. Nekem nagyon nem tetszett. Ez nagyon nem tetszett. Viszont sok orvosság, meg oda jött egy kesztyű. Ezt föl is veszem. Van egy izé módosító. Van egy jó kaja. Ú, itt aztán van öcsém minden is. Van egy szteroid. Hordakon majd be kéne gyógyszereznem magam agyba főbe. Ezeket meg szét kéne verni. Jó, hát ez durva. Durva, mennyi cucc van itt. De valaki itt még körög. De nem nagyon érdekel. Küldetés megvan már. Oda nézzé. Megint vitamin. Kezd jó lenni. Egyébként tényleg nem érzem nehéznek ezt a játékot. Tök beharangozta pár ismerős. Hogy hát ez nehéz. Ez nehéz. Hát nem ragudj, de én rohadtul nem érzem annak. Tök sok a loot. Például az tök fura. Nekem legalábbis, hogy ilyen epic sok loot van. Igazából nem nagyon tudsz beszívni. Na megyünk, jó, hogy biciklivel jöttünk, szóval akkor tudunk haladni gyorsan. Annyi, hogy most már tényleg nagyon tele vagyunk, de még mindig szeretnék küldetést csinálni. Meg az a baj, hogy éhesek vagyunk, de viszont lootoltunk kaját. Meg azt hiszem, hogy levest is, úgyhogy azt be tudjuk zabbantani. Ó, tök jó, hogy már megvan a biciklink. Érdemes lenne a tier 2-es questeket így végig tórni, nem? Mert akkor... Lehet, hogy akkor utána kapnánk kis motort. Mert akkor már meg vinkódhatsz vele, hogy ugye kell vele. Esik az eső, vagy pedig még nem mutatja, de úgy érzékelő, hogy vizesek vagyunk, érdekes. 13 óra 12, búna! Ja, nekiálltam itt nagyba építkezni, aztán már is felejtettem, mert ez a questelés ezt tök adja. Ez nagyon sokat dob a játékhoz, nem egy ilyen céltalan lesz az egész. Téder Rekt. Az a neve, hogy Rekt. Figyelj, felvettem a kesztyűt, azt már látszik is. Tiszta cségó. Mit kapok? Hát ez döltre, ugye? Weapon flashlight. Szerintem... Fú, azt nem tudom, hallod. Ez a weapon flashlight, hogy abszolút nem érdekel, ez nem nagyon érdekel. Figyelj, komolyan a Molotov cocktail választom, aztán kövezzetek meg. Van 300... K.
Clear Zombie az jó lesz. Meg kéne egy kis inventory téma. 6000 pénzünk van gyerekek, rohadt jól állunk egyébként, brutális. Az a baj, hogy lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy el kéne vinni haza dolgokat. Mert annyi minden van nálunk, hogy az már őrület. Várja, viszont... Ez egy nagyon jó kaja volt egyébként, ez egy brutális. Mehetünk is szerintem. Hova kéne vinni a dolgokat? Mert aztán akkor úgyis út beesik, és akkor küldetést megcsinálni. Oké, gyerekek, tök jó vagyunk. Hát komolyan mondom, én nagyon-nagyon élvezem ezt az egészet. Javítás. Meg lesz majd a böltje, mi gondoljátok? Még mindig nem haltunk meg, hát ez nagy, nagy csoda, és már 6. napon vagyunk. Kicsit szomjasan vagyunk. Staminereget, mindent kaptunk, úgyhogy most elég jó állunk. Kiszórom a kaját, meg ilyeneket. Meg a dolgokat, amíg nem körlenek, aztán már megyünk is. Oké. Ezeket meg el kell tüntetnem innen. Na várjál, kaja téma. Akkor ezt tudom használni úgy, hogy akkor kirakja. Fú, mennyi ízőm lett már. Meg akkor ezt tudom használni úgy, hogy kirakja az alapanyagokat, ugye? Ez tök jó. Ezt meg ide ki tudom rakni. Meg ezt is kirakom. Meg ezt is kirakom. Ezt is kirakom. Ezt is. Ezt is. Nem viszem magammal, mert szerintem azért nem lesz nagy gond. Mert itt túlélek azért. Nem olyan problémás a helyzet. Jó. Lőszer, basszus. Mennyi lőszer van nálam már, mi? Ez durva. Oké. Okay. Egy kicsit barátibb, viszont az olyan lőszerünk mindenből is, ezt meg be kellene raknom ide. Azt akkor tudok talán többfajta kaját, ugye? Jó gondolkodik a Keeper? Talán. Valami olyasmi. Gondolkodik a sivar. Figyelj, itt ki tudok menni, és szerintem innen nem esek akkorát, hogy megdögöljek. Fölösleges körbe vennem, arra milyen gyorsan leértünk. Hoppá, hatékonyság az van! Ja. Egyébként tényleg örülök neki, hogy egész jól haladunk. Hajtsunk. Itt elég érdekes, hogy itt le van zárva az út, meg ilyen hülyeségek. Elég kaotikus ez a város. A random generált mondjuk ahhoz képest nem annyira szar. Itten átugratunk. Juhú! Ez a nagy épület lesz? Ez kemény. Ez a nagy épület? Tényleg? Nem, a másik. A pici, mert ez már 3-as szintű. A pici az csak 2-es. Úgy. Satúfék. Leugrás. Oké, okay. Meg is vagyunk. Elővesszük ezt. Ezt meg kéne javítani, csak most meg pont elcsesztem. Nincs nálam olyan, amivel javítani lehet. Jó. Iszok 2-t. Mert az egy kicsit le van gatyásodva, aztán már megyünk is olyan srácok. Ja, nem tudok javítani, én hülye. Meg kell volna javítanom. Hello, hello! Szétcsapok mindenki, gyerekek, ne vicceljetek. Nincs senki itt. Na, bazza! Nem tudod fölállni, aztán egy kuszba ment. Még... Ja, hát ha nem fejre ütsz, akkor azért baj. Na most ez mindenki meghallotta. Nem fejre ütsz, akkor azért bajos a szitu. Ilyeneket, 3 ólom meg ilyen hülyeségeket hadd ne vegyek fel. Azokat a könyveket megsassantjuk. Gyerekek, olyan szinten ki leszünk tanulva, hallod? Nem se hiszed.
Aha, ott egy hülye. Szekrénybe is gondoltam. Ó, bazd! Rendesen megjettem, hallod? Ez nagyon gyorsan ideért ez a csávó. Szép. Valaki nyugtalan. Kulcs. Ja, jó van, oké. Nyugalom van. Haha, aquarium. Vagy terrarium. Fullok vagyunk, egyébként nagyon nem tudnak meglepni. Szépen elboldogulunk. A lányok meggyűjtek a szobába, hátsó szobába. Mit csináltak ezek? Hát szexrabszolgák voltak ezek-e? Amúgy elárítsam ezt a kivillant. Ugye? Meg eléggé lajtos, hogy a fal nincs meg. Mit kell csinálni? Clear-elni kell, ugye? Jó, clear-elem én. Csak tudnám merre kell még menni. Meg kell valami fölútot is azért kéne találni. Frigider. Itt meg lesz a szén. A szén egyébként jó, mert tök sokáig ég. Na most egész jó adja a lútot. Tojás, vagy ide, nem köcsön, nem köl. Itt még van egy üre, ott meg van egy. Csontocska, bontocska. Menjünk lejjebb, lehet, hogy ott lesz a... Figyelj, csaj, ketté van szakajdva. Micsoda izé van, bazd, bármi. Mi a fasz? Jííí, gyerekek. Azt a életbe. Na most ezt ezeknek adok el. Hülye vagy, mit csinál ez? Így köpi a izét. Dolgokat. Fut, bázze, fut! Futott öcsém! Meg miért futnak ezek, hallod-e? Azt a... Mi volt ez, hallod? Ettől befostam. Mert jó, hogy hozta a vizet gépfegyvert, mi? Húú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 ú
verekedtek. Brutális volt. Meg se közelítették a képert. Nem itt szálljátok. Itt mi van? Figyeld. Ja, hogy? Itt is be lehetett volna jönni? Egyből be tudtál volna jönni ide. Mi is a dolgok vannak itt? Ólom, mit keres ólomot? Ja, majd be fogjuk magunkat gyógyszerezni, amikor jön a horda. Ebből is úgy hiszem, hogy ólomot lehet craftolni, nem kell. Nem kell ilyen, ebbe talán lesz valami jó. Itt vág. Ez milyen? Ön izé figyel, ilyen retikül, bazze. Beszarsz. 10 pénz volt a retikülbe, hát ezzel nem mentünk a bucsúba. Na, valami csúnya arcú még van. Valami csúnya arcú lesz még, mert itt nagyon gyanús. Huhú, bazze, mi ez? Megjut asszonkám. Budjellár is kivillan. Itt a hörbi is. Voltak érdekes dolgok el. Na, rendet tett a keeper. Figyelj, ez mi ez valami ilyen, olyan, mint egy bunker szinte, nem? Tök jó. Ezeket a széfeket, ezeket nem tudom kilutolni, úgyhogy ezt majd egyszer majd visszatérünk rá, jó gyerekek? Ammo, hát ezt scrapeljük, azt felvesszük. Oda nézze egy tesó, van itt minden is. Van csizma, felveszem a csizmát. Ezt scrapeljük. És megint gyógyszer lesz, úgy látom, gyógyszer. Hát a széfek azok sajnos az... Keeper az nem nagyon tudja őket kilutolni, de hát ez van.
Ebben meg lesz egy kerék, figyeld. Tuti, egy kerék. Nem. Ez meg zárva van. Jó, hát akkor kivegyünk valahol. Ott van még könyv. Ó, ezt lehetett volna például választani, tudod a izét. Itt van egy, ki lehet menni így. Itt volt a, egy olyan megtanulási dolog, amit lehetett volna választani az előző rewardba, és én meg nem választottam. Egy kicsit bánkódtam is miatta, de erre látod, hogy milyen jó volt. Úgy nem azt választottam, mert most meg volt ingyenbe. Odra mennyi zombi! Ott volt a izvő, a horda gyerekek, tudod? Ez a random horda. Ugye otthon maradsz, akkor is így rád küldi néha. Szóval, hogyha otthon valamit csináltunk volna, akkor így ránk jött volna. Viszont van egy skillpontom, azt majd valahogy el kéne osztanunk. Nem teljesen jól ér, én nagyon élem egyébként ezt a, ezeket a részeket. Tök jó, hogy raktunk arra, hogy automatikusan tudod, regenerálódok, látod? És akkor 30, mit tudom én, 5 másodpercenként egy HP-t kapok. Tehát, hogy level meg, akkor utána a holt időben vissza tudok gyógyulni. Ez is szerintem egy hasznos dolog lesz. Lett. Valami jó fajta íze érdekelne egyébként. Jó fajta revolt. Armor pocket mode. Got it. Az armor pocket mode az jó, mert elvileg nincs olyan, amit el akarnék adni. Az armor pocket mode az jó lesz. Mert akkor majd tudok, gondolom varni ilyen armorokra, tudod, van olyan modifikáció, hogy ilyen zseb lesz, és akkor több cuccot tudsz vinni. Még egy munka nem férne bele? Gyors be gyerekek. Az a gond, hogy nem tudom megjavítani ezt a buzogányomat. Mert kéne hozzá kűj. Ez baj. Úgyhogy lehet, hogy ide kiugrok mindjárt. 18 óra, hát talán még belefér, de kiugrok, aztán ütök egy-két követ. Azt akkor meg tudom javítani. Ezért az nem árt. Jó, ezt a melót még be kéne vállalni, így biciklivel tök jó gyorsan el tudunk menni eddig. Süpi-süpi, gyorsan. Tutti butti. No viszont holnapi napot azt már tényleg arra kell szánnom, hogy építkezek, mert nagyon rá fogunk cseszni. Az a baj, nem valami jól védhető az az épület. Mármint így... Jó, hogy több szintes meg minden, nem a legbarátibb. 18-24, rohadt gyorsnak kell lenni. Jó tesz. Ezt ki kellett volna utolnom előtte. Mert be szoktak jó cuccok lenni, nem voltam elég értelmes. Na gyerekek, merre, hol tudunk menni, valami sebességet vigyünk el egészbe. Hiszen meg is van. Jó, valami gyorsan. Mit kell csinálni? Meg kell találni a szaplit. Meg ki is kell pucolni a területet. Ez a csáó, ez gyors. Kis mozgáskényszeres gyerek. Ennyi volt ez a... Ez ilyen valami apartmanok, ugye? Jól látom. Micsoda? Jaj!
Mi a fó? Gyerekek, mi ez? Jaj! Izéim van, szívgörcsöt kaptam, nem tudom mi az, bazen. Döglődtünk ma. Véreztünk? Azt a betya a gyerekek. Ha mi volt ez vaddisznó, öcsém? Hát ilyen még nem is láttam. Mit keresett itt vaddisznó? Viszont legalább lesz egy csomó húsunk, de mi az? El van vágva a kezünk, meg így nem bajunk van el ott. Hát a szeme álljon meg, mivel tudom azt a kézevágást gyógyítani. Oda néz, mennyi zsír minden. Hát ez meglepett, kutyára számítottam. Ez nagyon bírja ez a vaddisznó, basszus. Várja, meg akarom nézni, hogy ez mi, mit csinál ez, mi ez, mire, mit tud a keze csinálni. Bleeding, minusz 15%. Tudom, ez elsősegély csomaggal azt írja, várja. Valamilyen kittel még. Hát, nyomjunk egy ilyet? Nyomjunk el, legalább akkor full HP-n leszünk, ráadásul. És akkor az nekünk jó lesz. Hát ez meglepett, bazza, ez majdnem nyakon vert. Meg lehet, hogy van kutya is. Nem tartom kizártnak. De jó, meg bele kéne húznunk. Akár mennyire is boldogok vagyunk, viszont annyi húsunk lett, mint az állat, 30 húsunk lett. Üvegcserép az mondjuk rohadtul nem kéne. Jó, mindegy, már túl is vagyunk terhelve, semmi gond egyébként, nem volt annyira szar. Mint amennyire hiszitek. Jaj, mi van már ez az ajtó? Be vagy rúgva ajtó? Itt van benne csávó, nincs? Mi volt ez, bazd? Rendőr! Oh. Bassz! Rendőr zombi! Hát egy kicsit kezd nehezedik a játék, de figyeld. Vitaminok megint, meg minden is, öcsém. Hallod? Kezd nehezedni az a játék. Rendőr zombi a nyakadba ugrik. Ó, miért mellé hűtöttem te? Az ugye ráadásul távolsági a rendőr. Vagy a rendőr csinálja azt, hogy fölrobban? Nem azt csinálja, vagy azt köp? Most nem vagyok képbe, bazza, ugye nem azt csinálja, hogy felrobban, én még itt elütöttem a hátát nagyon keményen. Azt ilyen kockáztattam, figyelj ott a csajben. Na mi van, öcsém? Itt meg fököm ásznyi. Az meg biztos, hogy a készítők vannak oda kiragva. Hú, menj a picsába. Ennyire előre haladott állapotban vagyunk, hogy már ilyen rendőr zombik pattognak a fejemre? Azért az baráti. Ott van egy csávó. Ilyen helyen még mindig attól félek, hogy beszakadok. Ha mutatja ez a zombikat ilyenkor már. Valahol itt van egy zombi. Hú, ez mi? Ez mi? Ez madár? Hua! Jóó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 
Az a gyerek, komolyan mondom, hát ez egy őrület. Na, hol van a izé, hol van a cucli? Lejjebb, itt van a... Előttem, rendesen befostam. Oké, megvan, clear van. Várjál, az még nincsen kipucolva a terület, nem? Hát ez szomorú. Júj, te! És itt veszélyesen élek. Mi van itt ég a tűz, bazze? A gyerekek, mi folyik itt gyöngyösen? Hát rendesen komoly dolgok vannak itt, nem? Ég a tűz. Meg már megint valahol dübögnek. Hogy a fasz? Bocs, hogy ezt mondom, de mi a fasz? Hát rendesen, rendesen komoly a helyzet. Az meg ott mit csinálsz, öcsém? Hát, öcsém, ott ugrál, bassz.
Jézus Mária, hát rendesen mi a... Tényleg egy ilyen rendesen... What the fuck van itt, gyerekek? Hát ott meg hogy megyek át? Biztos kell valamit húzolni, vagy valami, de hát... Köszönöm szépen. Ó, gyerekek, hát ez nem egyszerű ez a játék, te. Ez igen, kiütöttem a izét. Hát se tudok erre menni. Az mi? Ott egy tyúk, bazze, benne a ketrecbe. Ha még ilyen is van. Fogalmam sincs, hogy kell oda bejutni, és megint 20 óra 53 van. Áh! Nem látok olyat, hogy itt mit tudom én, el lehetne zárni, vagy ilyesmi. Most megpróbáljak elvenni mellette, vagy mi? Ez elég veszélyesnek tűnik, gyerekek. A csávó az meg rendettet, úgy látom. Jó, van okos vagy, de egy kicsit erős, gyorsabban is csináltad volna. Akkor én is ki tudok menni. Várj, akkor ebbe a kecóba még be kéne menni szerintem. Jó, húzzunk bele, basszus. 21 óra van. Morgás hangot hallok, eskü. Eskü, morgás hangot hallok. Ő meg vagyunk. Mi az a morgás hang? Mi a fasz? Jaj, ne! Jaj! De megettem, mi ez, katona ember? Rohadt életbe, gyerekek, hát. Megyünk már vissza egy kicsit. Mert nem kéne vissza a trailerhez, itt meg ideje van fönforgások, gyerekek, komoly helyzet van. Az a baj, 21.33, jaj, jaj. Ez nagyon jó. Jó, de nem érünk rá, gyerekek, nem érünk rá, húzzunk innen, hogy kell kimenni. Szarra vagyunk terhelve. 21.40 van, haza kell mennünk nagyon gyorsan, mert baj lesz. Hol van a biciklim? Valami morgást hallok. Tudja, hogy kutya van. Kutya morgás, halljátok? Húzzunk innen. 21.47. Spúri baze. 21.49. 21.50. Szintén sikerül rohadtul kiszámolnom. Szóval egy 54, 55, 56, 57, 59. Wow! Bassza gyerekek! Kicsit, ez nekem már kezd stresszes lenni, hogy mindig így kiszámolom. Tudom, hogy voltak olyan lootok, amiket nem vettem fel, sajnálom. De ez ki volt számom, vallod? Ezeket meg viszont nem ártana betároznom, mert látod, mit csinálok? Ráváltok aztán majd, akkor cseszheti a keeper. Pont az a lényeg, hogy mind legyen betározva. Jó! Összeszedjük magunkat, mindjárt eszünk, iszunk ilyesmi. Ja, tudom, hogy egyébként fertőzött vagyok. Nem is akartam róla beszélni, mert hát... No problémo. Ugye van annyi mézem, hogy ízét kellhetek nektek is egy vajas mézes kenyeret, ha akartok. Ja, neki kell állnom mindenképpen, ennek a szarnak nem örülök neki. Furra vagyunk terhelve, gyerekek, furra. Viszont elég progresszív gameplayt csinálok most. Ahhoz képest, hogy nagyon régen játszottam, szerintem tök jó vagyunk. És bocsánat, hogy úgy érződik, hogy én itt izélek.
rajolok azzal, de nem, hanem csak magam is örülök neki, hogy azért annyira nem vagyunk szar helyzetben. Ki kéne pakolni, ugye itt vannak a vizek, középen vannak ezek a készkaják, itt vannak az alapanyagok. 32 húsunk van, gyerekek, végre tudok sonkás tojást csinálni. Az nagyon jó lesz. Itt meg ugye vannak ezek a... Itt készkaja, víz, itt meg a drog jellegű dolgok. Van egy sörünk? Hú, az jó. Az jó, hogy van egy sörünk. Hát ez legyen nálunk ilyen, látod, hogy szükség volt rá. Van egy jó cipőnk. Jobb, mint az izé. A mobilitást ez csökkenti. Meg növeli a noise-t. Jó van, hát ez jobban néz ki. Ilyen begondolkodik a hülye gyerek, mi? Tudod, mit csinál, nem csinálok? Ezt nem szedem ki. És így akkor nem fog termelődni. Úgyhogy vannak érdekes dolgok, amiket a keeper így elfelejt. Itt meg aztán fullon vagyunk minden szemettel ma. Ma nincs annyi helyünk, hogy elpakoljuk. Mondjuk ezt az üvegcserepet nem tudom minek tartom. Vannak ám itt olyan dolgok, amik aztán teljesen fölöslegesek, mi? Meg például ez, nem tudom ennek is mi értelme. Jó, oké. Vegyük magunkhoz ezt a vizet, meg ezt a vizet. Vegyünk magunkhoz húst, vegyünk magunkhoz ilyet, meg tojás. Tojásunk nincs is. És ha komolyan, nincs tojásunk. Sokás tojást akartam enni reggelire, gyerekek. Nincs tojásunk! Hát akkor lehet, hogy ezt nem kéne pazarolni a húsit. Van. Akkor lehet, hogy a húsit nem fogom elpazarolni. Hanem akkor majd inkább megcsinálom másnak. Csinálunk ilyet. Csinálunk ilyet, ötöt. Csinálunk water-t. Maradékból. Aztán már nyerőek is vagyunk. Van pénzünk, van egy csomó lőszerünk, van rengeteg kajánk, rengeteg vízünk. Tök jó. Nagyon örülünk, nagyon örülünk. És tényleg rengeteg kaján van, most belegondoltok, nézd már meg, ez mind kész kaja. Kinek van annyira hűtele hűtője, nem? Lol. Tök jó, tetszik, tetszik gyerekek. Jó, egy kicsit külön majd el kell rendeznem jobban, hogy... Itt is van egy kaja, az. Hogy külön, hogy... Mit tudom én, kötszerek, meg ilyenek, gyógyszerek, külön kaja legyen, külön kész kaják, meg minden. Egyébként még mindig én az a baj, hogy én valahogy be vagyok zsongba, abba sokkal biztos, jobban biztonságban érzem magam, hogyha valahova beássam magam, csinálok egy ilyen barlangszerű dolgot. És ezzel nem vagyok kibékülve, hogy itt a tetőn héderezünk, meg egy ilyen épületben héderezek. Meg tudom, hogy be tudják ásni magukat a föld alá is, de ott még jobban tudom egy kicsit így, hogy mondjam, jobban tudom irányítani őket, hogy honnan jöjjenek, tudjátok, hogy az eleje az meg van csinálva. És csak az a gond, hogy már megint azt csinálom, biztos akkor megköpködtök. De valahogy az lenne nekem a jó. Valahogy én nagyon élnék egy ilyen bázist. Az a durva, hogy itt nincs is például hegy. Mert azt meg így a hegybe szeretném vájni. Nézzünk, hogy vagyunk itt. Jó, mert itt azért látod dombozatot. Ja, hát igazából körül kellene nézni. De jó, viszont a látótávolság az jó nagy, és nem nagyon látok én itt hegyet. Csak ott nem. Itt valami van. Csak azt lehet, hogy az ilyen iszonyatosan messze van. Egy helyen volt hegy, tudjátok, amikor mentünk a izéhez. Mentünk a Johnnyhez. Akkor volt itt egy ilyen hatalmas nagy szakadék. Valahol volt egy nagy szakadék. Csak tudja az is, nem tudom, hogy hol volt. De volt egy nagy szakadék, az tök jó lenne. Jó, ezt a hordát már mindenképp itt ki fogom húzni, csak az a baj, hogy egy csomó alapanyagot ide beleölök, aztán tök fölöslegesen. A horda után lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy el fogunk menni körülnézni.
Aztán oké, okay, én bírom ezt az városi létet, de mindenképp egy ilyen kis nomád életformát valahol. Ott a hegy, bazd a gyerekek, látod? Testvéreim, ott van hegy. Mi annyit kéne csinálnunk egyébként, hogy ott van a hegy, és talán nincs is olyan messze. Nagyon messze lehet az. Nézzünk rá a térképre, hogy az merre van. Az arra van, délre. Délre van valami hegy, gyerekek, csak hát ugye akkor meg az a baj, nagyon messze kerülünk a tradertől. De figyeljetek, azt is lehet csinálni egyébként, hogy ilyen ideiglenes szállást fog kialakítani. Az az igazság, hogy mindig a hordánál kellene csak ugye beásnom magam. Tudnék egy ilyen nomád életformát is folytatni, viszont igen, már gondolom, gondoljátok, hogy edd már meg azt a mézet, mert már fogsz cseszni. Úgyhogy ja. Ja, egy ilyen nomád életformát tök folytatnék. És akkor mindig csak az nap menjénk oda-vissza, amikor kell, tudod. Az jó lenne, nem? Na nézzük a skilleket. Három skill ponton van elosztható, hülye vagy? Az nagyon jó, az nagyon jó. És ez, hogy ezt eloszd, ugye ötös szintűnek kell lennie az erőnek. Úgyhogy ennek kéne ötösnek, szóval akkor 4-es, 5-ös, és akkor mehetne egy ilyen rá. Gyerekek, még erősebbek leszünk. Már 3-as szintű a izé, ez a Skull Crusher skillünk. Ja, erre raktunk fölöslegesen egyet. Jó, most egy skill pont nem annyira gáz. De ez nagyon jó. A power attack-kal még nagyobbat tudunk ütni. Ugye a stamina kosztja az még inkább redukálódott, tehát még kisebbet, még kevesebbet teszik. Gyerekek, figyeljetek, az lesz, hogy túlél. Most meg már az a baj, ahhoz meg nagyon kevés az idő, hogy ott megnézzük, hogy letelepedjünk, le tudunk-e telepedni. Jó, egyébként tök jó lenne, hogy találnak egy olyan helyet, ahol túl tudnám érni a hordát, az első hordát. És akkor nem kéne itt építkeznem. Valahogy nekem ez annyira nem fekszik. Rájöttem. Az első horda túlélése, hogyha túlélnénk, akkor segítsetek, gyerekek, találjuk ki, hogy hogy legyen. Nem akarok építkezni, nem akarok itt bontani sokat. Valami nagyon masszív épületbe túl tudnánk élni a hordát, az elsőt. Az még nem annyira veszélyes. És akkor ugye oké, hogy zombik azok ugye megmaradnak, viszont kijövünk nappal, és akkor azokat ki tudjuk írtani. Valami épület tetején ki tudnánk-e húzni úgy, hogy ne kelljen építkezni. Hogy épületben, vagy épület tetején. Az ott van egy olyan nagy épület, nem tudom az mi lehet, biztos az valami jó nagy. Jó, gyerekek! El vagyok anyátlanodva. Nem tudom, hogy mit évő legyek. Jó, gyerekek, hát figyeljetek, segítsetek, írjatok szerintetek, mi legyen. Innen nem tudom, én nekem tetszik az a beköltözős és bázis. Lehet, hogy egy kicsit máshogy fogjuk alakítani, meg mindent. Meg nem is ott fogunk lenni, hanem kicsit ilyen nomád életformát folytatunk, és mindig akkor csak a hordakor megyünk vissza. És akkor lehet az, hogy egy háztetőt kiúzod az éjszakát, érted? Most ez nem egy olyan veszélyes dolog. Teljesen frankó egyébként. Jó, egyébként tök jól állunk. Én bírom, csak ez most nem vagyok kibékülve ezzel a horda témával. Hogy tudnánk túlélni a hordát? Most itt. Srácok. Segítsetek, találjatok ki valamit nekem. Mit tudnék csinálni? Na köszi, el is búcsúzom, mert ugye holnaptól már meló, mármint kell dolgozni, úgyhogy onnan fogjuk kezdeni. Amikor kezdem a videót, a következőt, akkor megvalósítjuk azt a tervet, amit kiötöltök nekem, jó, srácok? Na köszi szépen, sziasztok!